Köszönöm szépen. Sziasztok, üdvözlök mindenkit én is sok szeretettel. Bemutatkoznék először is egy kicsit. Én Kelemen Ricsi vagyok, és hát most már, ahogyan a felvezetőben is elhangzott, én már 7. éve működtetem Rixon néven YouTube csatornámat, ahol elsődlegesen a Star Wars világával kapcsolatos tartalmakat készítek. És hát a mai nap folyamán az a hálátlan feladat jutott nekem, hogy az Akolitus második évadának kaszálása után beszéljek a Star Wars jövőjéről, ami épp egy kicsit talán, hát, amolyan keserű szájízt hordoz magában, akár örül, akár nem örül az ember ennek a hírnek. Én alapvetően egy elég optimista természetű ember vagyok, tehát lássuk be, nagyon sok negatív hangot lehet hallani most is, régebben is, meg jóval régebben is a Csillagok háborújával kapcsolatban. Én viszont, hogy is mondjam, amellett, hogy nyilvánvalóan, hogyha valami nem tetszik, akkor azt is el lehet mondani, én is elszoktam, de nekem nem igazán kenyerem az, hogy mondjuk hónapokig vagy évekig lovagoljak egy adott dolgon, hogyha az a valami nem tetszett, hanem majd megnézzük a következőt, és az majd hátha tetszeni fog. És hát szerintem a jövő is tartogathat olyan dolgokat még, ami izgalmas, érdekes lesz, úgyhogy hát lássunk is hozzá. Ahhoz, hogy a jövőről tudjunk beszélni, nagyon röviden, vagy hát majd meglátjuk, hogy mennyire röviden, de fontos arról is beszélni, hogy hogyan jutottunk el idáig. Szóval első körben talán a közelmúlt, vagy kicsit tágabb múlt, talán legfontosabb, kulcsfontosságú mozzanatát eleveníteném fel a Star Warshoz köthetően, ami hát az a kulcsfontosságú mozzanat, amikor is 2012-ben George Lucas ugye eladta a vállalatát, a Lucasfilmet, és annak minden egyéb ilyen szegmensét a Walt Disneynek. Ez egy máig megosztó döntés a rajongók között, hogy ez jó döntés volt-e vagy sem. Én, ahogyan említettem, alapvetően egy optimista hozzáállású ember vagyok. Én úgy gondolom, hogy ha jön 5 film, és abból csak egy tetszik, és a másik 4 legalább egy embernek örömet okozott, akkor már megérte megcsinálni. De hát nem mindenki vélekedik erről nyilvánvalóan így. És annak ellenére sem, hogy amúgy ez a számok, amiket most említettem, esetemben egyébként jóval magasabb ez az aránya, azoknak a tartalmaknak az aránya, ami tetszett. És ide nem csak a filmeket, sorozatokat, meg a mozgóképes tartalmakat, hanem az írott dolgokat is, könyveket, képregényeket is értem ez alatt. Egy megosztó következménye ennek a dealnek Lucas és a Disney között az, hogy ugye 2014-ben egy merészet húzott a Disney vezetése alá került Lucasfilm, és azt mondták, hogy tiszta lappal szeretnének kezdeni. Ugye 2014 előtt is rengeteg könyv, képregény, videójáték és egyéb kiegészítő tartalom jött a filmek mellett. Ennek egy meglehetősen bonyolult strukturális rendszere volt, úgyhogy ebben most részletesebben nem mennék bele. Ezt összefoglaló néven mindent, ami nem a filmek, úgy nevezték, hogy az Expanded Universe, avagy bővített univerzum magyarul. A Lucasfilm pedig azt mondta 2014-ben, hogy mivel ez már egy nagyon túlzsúfolt, telített és egyébként ellentmondásokban is bővelkedő történeti halmaz volt, hogy ők nem ezt szeretnék folytatni az új filmek és egyéb tartalmaknak a megjelentetésében, hanem egy új tisztalapot indítanak, és ez lett a kánon. Míg a bővített univerzum ugye egy másik halmazba került át, ez lett a legendák. Gyakori félreértés ezzel kapcsolatban, hogy ezzel úgymond, eleve hülye felvetés, de hogy mint hogyha ezzel a Lucasfilm azt akarta volna mondani, hogy ezek a bővített univerzumbeli történetek valójában nem történtek meg, mintha egyébként megtörténtek volna, hanem csak amolyan legendák. Viszont nem egészen erről van szó. Inkább hasonlóan lehet ezt elképzelni, mint mondjuk a Marvel képregényeit, hogyha valaki olvassa. Ott is több párhuzamos világ van, amiben hasonló események történnek, csak
másképp elmesélve, például a mainstream és az Ultimate univerzum, ahol ugyanazok a karakterek megvannak, de a történet egy kicsit másképp van mondjuk elmesélve, és ezt az utat választotta a Lucasfilm is, és egyfajta ilyen rebootot eszközölt a kánon és a legendák létrehozásával, ezzel egy új kánonrendszert létrehozva. Ez sokakat felháborított, eleinte egyébként engem is, mert mikor ez a döntés született, noha csak 16 éves voltam 2014-ben, addigra már elég sok bővített univerzumba tartozó könyvet olvastam, és nagyon szerettem őket, úgyhogy eleinte először nem értettem ezt a lépést, de később egyébként számomra is érthetővé vált, hogy például egy 7., 8., 9. epizódot, ha a színészeknek, az eredeti trilógia színészeinek az életkorát is figyelembe vesszük, nem lehetett volna olyan módon elkészíteni, hogy ahhoz a nézőnek ne kelljen előtte x 10, 20, 30 darab könyvet elolvasni, hogy érthetővé váljon az, hogy most akkor hol is vagyunk pontosan az idővonalon, mert 30 évvel a Jedi visszatért követően a legendákban, vagy bővített univerzumban már rengeteg sok esemény megtörtént, ami a galaxis gyakorlatilag teljesen átformálta, és mindent megváltoztatott. És ehhez bizony képben kell lenni ezekkel a történetekkel, hogy valaki megértsen egy olyan sztorit, amit abba az idővonalba oda belepattintanak. Úgyhogy szerintem ez egyébként egy észszerű és érthető döntés volt a Lucasfilm részéről. Nyilvánvalóan erről lehetne vitatkozni, de most nem ezért vagyunk itt. Beszéljünk hát arról, hogy a úgynevezett Disney érában milyen tartalmakat kaptunk eddig, kezdve a filmekkel. Ugye érkezett 3 darab számozott epizód, 7-8-9, ugye az Ébredő Erre, az utolsó Jedi és a Skywalker kora, ami habár eléggé megosztó lett a rajongók körében, ahogyan egyébként talán a Birodalom visszavág óta minden új Star Wars film, hiszen ugye a Jedi visszatér körül is annak idején nagyon nagy visszhangot kavartak, például az Ewokok, illetve az előzmény trilógiát is nagyon sok rajongó nem szerette, amikor először megjelent, és ezeket a filmek, ezek felé a filmek felé is nagyon sok rajongó hát ellenszemvel viszonyul, hogy finoman fogalmazzak. Én nem utálom őket egyébként, értem a velük szemben megfogalmazott kritikákat, de nem haragszom rájuk annyira, mint mondjuk más rajongók. Ez ellenben érkezett 2 különálló film is, úgynevezett antológia film, a Zsivány 1-es és a Solo, egy Star Wars történet, amik szerintem egyébként mind a kettő jól sikerült, relatíve, főleg a Zsivány 1-es ugye az azóta is a rajongók egyik kedvenc filmje a legtöbb rajongónak, szerintem egyébként a Solo is egy tök szórakoztató film volt, viszont ez utóbbi máig az egyetlen Star Wars film, ami pénzügyi bukásként könyvelhető el, és ez nagyban meghatározza azt is, hogy a Lucasfilm az ezt követő időszakban hogyan viszonyult a tartalomgyártáshoz. És általánosságban elmondható szerintem, hogy a Lucasfilm nagyon sokszor furcsán, nem feltétlenül jól reagál bizonyos eseményekre, amik bekövetkeznek, vagy akár bizonyos rajongói visszajelzésekre sem mindig az a reakció érkezik, ami szerintem optimális lenne. A Solo bukása nyomán például elkönyvelték, hogy az emberek nem szeretnének többet antológia filmeket látni, és akkor leálltak ezzel az egy Star Wars történet koncepcióval, annak ellenére, hogy noha a Solo valóban pénzügyi bukásnak számít, ott volt előtte 2016-ban egy Zsivány 1-es, ami nem csak hogy pénzben térült meg, hanem mellette a rajongók is szerették. Tehát, hogy ez egy működőképes koncepció lehet, a Solo bukását pedig nem ez a koncepció okozta, hanem sok más egyéb tényező, például az, hogy kevesebb mint fél évvel jelent meg az utolsó Jedi után, ami talán a legnagyobb visszhangot keltette és a legnagyobb ellenszenvet váltotta ki a rajongókból, és emiatt sokan csak azért sem mentek el a Solót moziban megnézni, de ide sorolható az is, hogy alig egy vagy pár hét különbséggel mutatták be ugye a Disney másik nagy húzóbrendjének, a Marvelnek a legerősebb filmjét talán, meg a legvártabb filmjét, a Bosszúállók végtelen háborút. Ez sem tett jót a Solónak,
valamint az sem, hogy a marketingje nagyon későn indult, és meglehetősen minimalista volt, elég kevés előzetes jött ki, azok jellemzően ugyanazokat a tartalmak, vagy jeleneteket mutogatták. Szóval nem volt egy erős marketingje a filmnek, na. És akkor még ehhez jön hozzá, hogy klasszikus az eredeti trilógiában látott karaktereket, mint például Han Solo vagy Lando Calrissian, új színészekkel játszottak el, ugye Alden Ehrenreich és Donald Glover szerepében. Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog volt, hogy a Solo miért bukott meg, és szerintem a Disney, illetve a Lucasfilm a lehető legbugyutább következtetést vonta le ebből, hogy az emberek nem akarnak antológia filmeket látni, illetve azt, hogy a rajongók nem vevők arra, hogy legacy karaktereket, tehát az eredeti trilógia karaktereit más színészek játszanak el, ami szintén szerintem egy kicsit leegyszerűsítő hozzáállás, és én például vevőbb lennék arra, mint az ilyen CGI-os mismásolásra, ami mondjuk a Zsivány 1-esben megtörtént Tarkin és Leia esetében, illetve később a Mandalorianban, ugye Luke Skywalkerrel is. Noha egyre jobban fejlődik ez a technológia, én megmondom őszintén, jobban támogatnám azt, hogy ha használni akarnak ilyen karaktereket történetekben, már pedig miért ne akarnának, akkor keressenek olyan másik színészt, aki alkalmas lehet arra, hogy eljátsza az adott figurát. Úgyhogy de ez megint csak az én személyes véleményem. 2019-ben viszont fordulópont következett, ugyanis elindult ugye a Disneynek a streaming szolgáltatása, a Disney Plus, és hát megkezdődött a Star Wars sorozatoknak is a dömpingje. Ugye rögtön a Disney Plus indulásakor az egyik nyitó tartalom az a Mandalori volt, ami azonnal elsőprő sikert aratott, nem csak a rajongók, hanem úgy általánosságban a közönség felé is, aminek hát egy kb. 30 cm magas kis zöld lénye az elsődleges oka szerintem egyébként, vagy legalábbis nagy mértékben hozzájárult ehhez. Ugye a Baby Yoda jelenségről van szó, ami szerintem mindenkinek az anyukája is Baby Yodás gifeket küldözgetett Messengeren az elmúlt években. Úgyhogy ez egy igazi jelenséggé tudott válni. Viszont itt is volt egy eléggé elhibázott lépés szerintem, vagy ilyen stratégia a Lucasfilm részéről, ami szerintem egyébként a Disney nyomására alakulhatott így, hiszen 2019 után bekövetkezett egy meglehetősen nehéz időszak, amikor nagyon sok minden átalakult, ugye a pandémia időszaka. És hát éppen ekkor tájt volt a Disneynél is egy nagyon fontos változás, ugyanis az elnök vezérigazgató Bob Iger egy rövid időre visszavonult, és a helyét Bob Chapek vette át, aki egyértelműen azt az irányvonalat erőltette, hogy a filmek helyett inkább a sorozatos tartalmakra kell a hangsúlyt helyezni, és nagyon sok olyan koncepciót, ami eredetileg filmként valósult volna meg, azt végül sorozatnak készítették el, ami viszont a minőségre is rányomta a bélyegét, hiszen alapvetően két-két és fél órás történeteket kellett elnyújtani olyan hosszú játékidőre, hogy azt a 6-8 részt kitegye, ami egy sorozathoz szükséges. És emiatt felhígult, néhány sorozatnál tele lett erőltetett, rosszul megírt párbeszédekkel. Erre az egyik legjobb példa szerintem egyébként az Obi-Wan Kenobi sorozat, amiről fixen tudjuk, hogy eredetileg filmnek készült volna el, és nagyon érződik a cselekménye, hogy el lett nyújtva annak érdekében, hogy egy sorozatot lehessen belőle készíteni. Úgyhogy például egyébként szerintem az Akolitusnak is ez volt az egyik legnagyobb problémája, elnézést. Szóval szerintem az Akolitusnak is ez lehetett az egyik legnagyobb problémája, mert nagyon sok olyan szekvencia van benne, ami igazából a narratívához nem ad hozzá semmit, hanem ilyen időkitöltő. Például sétálnak az erdőben, és ezt percekig nézzük, hogy sétálnak az erdőben. Tehát, hogy ezek nem fontos, a történet szempontjából lényegtelen dolgok, amik sem a cselekményhez, sem a karakterekhez nem adnak hozzá semmit, csak és kizárólag azért vannak jelen, hogy a játékidő ki legyen húzva. És ez több Star Wars sorozaton is érződött szerintem. Ellenben azok a sorozatok, amik tényleg sorozatnak készültek, és ennek a koncepció mennek a mentén készültek el, azok szerintem jellemzően jól sikerültek. Erre például ugye a Mandalori is, például, illetve
Szerintem a legjobb Star Wars sorozat, az Andor is ennek mentén készült el, amellett, hogy fantasztikusan van megírva, és fantasztikusan van eljátszva. Szerintem nincs Star Wars tartalom máig, amiben jobb színészi munka lenne, mint az Andorban. Úgyhogy hasonló kaliberű, is minőségű sztorikra lenne szerintem szükség, mint amilyen az is volt. És hát ugye ennek a Disney Plus-os érának az egyik legnagyobb dobása az úgynevezett Mandóverzum, ami szintén nagyon fontos a jövő szempontjából, hiszen ez még folytatódni fog egy ideig. Ugye ez a Mandóverzum, hát ez egy ilyen rajongók által kitalált elnevezés. Ugye ez a Mandalorit és a történetileg hozzá kapcsolódó időben e körül játszódó történeteknek az összességét takarja. Tehát magát a Mandalorinak az első három évadát, jelenleg a Boba Fett könyvét, az Ahsokát, illetve hamarosan decemberben bővülni fog ez a sor, a Skeleton Crew, avagy magyar címén Kóbor alakulat című sorozattal, és ennek semmi köze Kóbor Jánoshoz. Szóval a Mandóverzum egy olyan próbálkozás, amire mozgóképpen a Star Wars korábban nem igazán tett kísérletet, hogy egy ilyen kicsit ilyen Marvel-szerűen összefüggő, egymásból építkező történetet meséljen el, és szerintem egyébként többnyire sikerült is neki egész jól ezt felépítenie. Szerintem egy hibája van az egésznek, ami úgy kihatással volt az elmúlt sorozatoknak egy pár évadára. Ez pedig Grogunak a visszatérése Din Djarinhoz a Book of Boba Fettben. Ugye a Mandalori második évad egy nagyon erős mozzanattal ért véget, amikor Luke Skywalker elvitte magával Grogut, és a Book of Boba Fettben nem elég, hogy két részt is elvisz. Egyrészt az, hogy Din Djarin hogyan próbálja élni az életét, úgy, hogy Grogu már nincsen vele, ráadásul a hajója is megsemmisült. Másfelől pedig az, hogy Grogunak hogy megy a sora ugye Luke Skywalkernél, illetve már a Boba Fett könyvének a végén vissza is tér hozzá. És ez egyrészt a Mandalorinak is hátrány volt, mert így a harmadik évadban egy jelentős ilyen érzelmi konfliktus lehetett volna a karaktereknél az, hogy Din és Grogu külön vannak, és ott is lett volna lehetőség arra, hogy Grogunak a kiképzését és esetleges egy döntési helyzetbe kényszerülését, ami elé Luke állítja, megmutassák nekünk. Viszont ez így a Book of Boba Fettben történt meg, és nem elég, hogy ez így túl gyors, és emiatt igazából nem váltotta ki azt az érzelmi katarzist, amit egy ilyen pillanatnak ki kellett volna váltania, de mellette magának a Book of Boba Fettnek a cselekményéből is elvett kettő epizódot, az, hogy valójában nem a Book of Boba Fettet, hanem a Mandalori kettő és feledik évadát néztük. És emiatt pedig a Boba Fett könyvének a saját története nem tudott eléggé kibontakozni ahhoz, hogy igazán érdekes és izgalmas lehessen. Ami miatt a Mandó harmadik évada is gyengébb lett, illetve maga a Boba Fett könyve is gyengébb lett. Szóval ez szerintem egy elkapkodott döntés volt a Lucasfilm és Favreau, illetve Filoni showrunnerek részéről. És hát noha a Mandó harmadik évadában az addigi főgonosz Gideon Moffot sikerült legyőzni, ugye az Ahsoka sorozat, az viszont egy új főellenfelet hozott a színre, Thrawn főadmirális képében, ami nyilvánvalóan meghatározza majd ennek az egész Mandóverzumnak a jövőbeli történetét, ugye Thrawnnak a visszatérése. És hát ez pedig egy elég hasonló felállást, egy hasonló szituációt, alaphelyzetet eredményez, mint ami a bővített univerzum, tehát a régi kontinuitásnak az egyik rajongók által leginkább kedvelt és egy ikonikus, klasszikus története, Timothy Zahnnak az első Thrawn trilógiája. Az is pontosan így kezdődik, hogy Thrawn visszatér a galaxis egy ismeretlen részéről, és akkor veszi át az irányítást a birodalmi maradványerők fölött. És itt is gyakorlatilag ugyanez történik, és ezzel a szituációval kell majd az új köztársaságnak megbirkóznia. Tehát egy ilyen laza Thrawn trilógia adaptációt láthatunk majd minden bizonnyal a Mandóverzum folytatásában, ami meglehetősen érdekes egyébként.
Illetve hát az Ahsoka még egy másik utat is megnyitott, de arra majd egy kicsit később szeretnék visszatérni. Szóval hogyan tovább? Ahogyan említettem, a Mandóverzum sarokköve lesz a következő évek Star Wars tartalmainak. A legközelebbi installációja az a Skeleton Crew vagy Kóbor alakulat lesz. Ez december, hát hazai idő szerint december 4-én fog indulni dupla epizóddal. És hát a története egy csapat gyereket követ, akik véletlenül aktiválnak egy hajót, amit az erdőben elásva találnak, egy ilyen kalózhajót, és emiatt belesodródnak egy olyan kalandba, amire nincsenek felkészülve. Tehát egy ilyen kicsit ilyen 80-as évekbeli ilyen kincsvadászok és hasonló történeteket megidéző sztoriról van szó. Kicsit ilyen Stranger Things-es beütése is van neki, úgyhogy ez egy ilyesmi jellegű sztori lesz. Hogy pontosan hogyan kapcsolódik a Mandóverzumhoz, azt egyelőre nehéz megmondani, mert nagyon keveset tudunk a tényleges cselekményről. Az viszont biztos, hogy a Mandalori harmadik évadában látott ilyen Weekway, vagy Nikto, ezt a két fajt mindig összekeverem, lényegtelen, kalóz, aki a Vane nevet viselte, ő benne lesz ebben a sorozatban is, tehát egy ilyen kis összekötő kapocsról már biztosan tudunk a történetek között. Hogy ettől szorosabb jelentősége is lesz-e ezeknek a gyerekeknek a történetének a Mandóverzum egész a szempontjából, az majd később kiderül. Érkezik utána az Andornak a második évada. Ez az utolsó Star Wars sorozat jelenleg, aminek már fix megjelenési dátummal rendelkezünk. A fixet úgy értem, hogy konkrét nap nincs, de tudjuk, hogy jövőre jön valamikor, és várhatóan az év első felében, mert már nagyon régóta dolgoznak rajta. Erről azt kell tudni, hogy az első évaddal ellentétben itt már nagyobb időugrások lesznek a történetben. Azt hiszem 3 vagy 4 részenként fog egy évet ugrani a történetben, vagy az időben a történet, és a végén már bele is fut közvetlenül a Zsivány egyesnek az eseményeibe a sorozat. Csak úgy, mint ahogyan a Zsivány egyesnek a vége belefutott ugye az Új Reménybe, azzal, amikor átadták Leia hercegnőnek a halálcsillagnak a megszerzett tervrajzait. Szóval hasonlót fog elkövetni az Andor sorozat a Zsivány egyes irányába, és hát Asia Ajorna, a Bixet alakító színésznő úgy nyilatkozott róla, hogy amikor elolvasta a forgatókönyvet, egyből az jutott eszébe, hogy a Zsivány egyes egy teljesen más filmnek fog tűnni ezután, az évad után. Szóval hát erről még nincs kint semmilyen anyag hivatalosan, jó minőségben, csak különböző rendezvényeken mutattak róla ilyen előzeteseket. Ezek közül egyet én is láttam tavaly kint a Star Wars Celebration-ön Londonban. Hangulatban egyébként nagyon az első évadot hozta, illetve nemrég a D23-on is megmutattak egy betekintőt, erről pedig ilyen kamerás telefonnal felvett verziót lehetett látni. Ebben pedig megerősítették, hogy Krennic igazgató is visszatér a második évadban a Zsivány egyesből, illetve ugye Cassian Andornak a hű segítője, K2SO, aki nekem személy szerint az egyik kedvenc droidom, nagyon bírtam az ő karakterét a Zsivány egyesben, úgyhogy örülök a visszatérésének, meg szerintem ezzel sokan vannak így. Az biztos, hogy az Andor második évada nagyon város, talán az egyik legvárosabb az összes bejelentett tartalom közül. Reméljük, hogy hozza az első évadnak a színvonalát, de a színészek szuperlatívuszokban beszélnek róla, és hát ilyen neveket azért megszerezni egy sorozathoz, mint mondjuk Stellan Skarsgård, azért az egy erős felhozatal, és ők nem vállalnak el csak úgy bármit. Aztán itt van még nekünk az Ahsoka, ha már visszatérünk a Mandóverzumhoz. Ennek is fixen tudjuk, hogy lesz egy második évada, ami el is várható azután, hogy az első évad hogyan ért véget. És ez viszont még nem rendelkezik egyelőre megjelenési dátummal, csak annyit tudunk, hogy készül, érkezik majd. Viszont hát még erre várni kell valószínűleg egy kicsit. Aztán egy kis kitekintő
a animációs frontra, arról még nem beszéltem ebben az előadásban eddig. Ugye a Lucasfilm Animation már nagyon régóta működik és szállítja a különböző animációs Star Wars tartalmakat, kezdve a Klónok háborújától, utána ugye a Disney akvizíció után érkezett a Lázadók, ami szerintem a Disney érának az egyik legjobb tartalma volt egyébként, én nagyon szerettem a Lázadókat. Aztán ugye utána volt egy kevésbé sikeres próbálkozás a Resistance-szel, amit aztán 2 évad után el is kaszáltak, majd Disney Plus-ra kezdtek el ismételten animációkat gyártani, tehát az élőszereplős tartalmak mellett a animációs fronton is a Disney Plus került az előtérbe a korábbi esetekkel ellentétben, amikor a tévében, ugye a Disney csatornán futottak ezek a sorozatok. És hát az, hogy a Disney Plus elindult, olyan lehetőségeket teremtett az animációs front számára, ami korábban nem volt meg. Ugye, amikor megvette a Disney a Lucasfilmet, szép lenne a Lucasfilm vette volna meg a Disney. Szóval, amikor a Disney megvette a Lucasfilmet, akkor azért kellett a Klónok háborúját elkaszálni, mert a Cartoon Networknek kizárólagos joga volt a tévés sugárzásra, és nyilvánvalóan a Disney azt nem engedhette meg magának, hogy a konkurensnek a gyerekcsatornájára gyártson tartalmat, így emiatt be kellett szüntetni. Viszont amikor elindult a streaming, az ugye megteremtette a lehetőségét annak, hogy folytassák, és így érkezett is egy 7. és egyben záró évad a Klónok háborújának, ami egyébként szintén egy nagyon jól sikerült évad volt egyébként. Szerintem különösen az utolsó 4 rész, avagy a Mandalor ostromának nevezett történetszál, az az egyik, hát úgy unblock szerintem az egyik legjobb Star Wars tartalom, amit valaha kaptunk, úgyhogy kitett magáért a csapat. Most pedig a legfrissebb tartalom animációs fronton, az ugye a Bad Batch, avagy a Rossz Osztag volt, mely 3 évadot élt meg, és a végén lezárta ennek a történetét. Noha néhány kaput nyitva hagyott, és azt is tudjuk, mivel már vannak kint álláshirdetések a Lucasfilm Animation részéről, hogy már dolgoznak valamin, már készül a következő animációs sorozat. Hogy ennek pontosan mi lesz a tematikája, azt egyelőre nem tudjuk. Elképzelhető, hogy a Bad Batch-ben nyitva hagyott történetszálakat fogják újra felvenni. Legyen szó akár Omegáról, legyen szó akár Ventressről, akit ugye úgy jelenítettek meg a sorozatban, hogy ő korábban egy másik kanonikus Star Wars regényben, a Sötét Tanítványban egyébként meghalt. Tehát őt kvázi feltámasztották azért, hogy a Bad Batch-ben szerepeljen. És egyelőre nem kaptunk magyarázatot arra, hogy ez pontosan hogyan történt meg történetileg. Ellenben a sorozatnak a producere, Jennifer Corbett nagyon szabadkozott, amikor bejelentették a karakter visszatérését, hogy ezt még meg fogjuk magyarázni, meg nem csak ennyire hoztuk vissza, hanem még jövőbeli történetekben is használni szeretnénk. Szóval elképzelhető, hogy egy érkező új animációs sorozatban Ventress is fontos szerepet fog játszani, akár ezzel az omegás történettel egybevonva valahogyan. Úgyhogy itt is rengeteg sok lehetőség van. Én egyébként legszívesebben egy olyan előzmény trilógiához köthető sorozatot néznék meg, ami nem a Klónok háborújához kötődik, hanem még korábban játszódik. Mondjuk akár még a Baljós árnyakat megelőző időszakot bemutatva, mert ez lehetőséget teremtene olyan karaktereknek a részletesebb megismerésére, akikkel korábban nem igazán találkoztunk még kánon tartalmakban, gondolva itt elsősorban Jedikre például, akár a Baljós árnyakban látott Jedi tanácsnak a tagjaira, akiknek egy jelentős része például a Klónok háborúja sorozat idejében már nem élt, emiatt nem lehetett szerepeltetni, hogy egy kicsit mélyebb történetet adjanak nekik. Egy ilyen sorozat viszont akár ilyen antológia jelleggel, vagy ilyen sztori árkokra felbontva, mint ahogyan a Klónok háborúja is működött, szerintem tök jól működne. Szóval én egy ilyesmit néznék meg legszívesebben, de hát nem én hozom ezeket a döntéseket sajnos. Mandóverzumról ugye részben már beszéltem a Kóbor alakulat és az Ahsoka kapcsán, viszont ez egy jó ilyen átkötő pont a következő terephez, ami nem más, mint a filmek. Ugyanis a Mandóverzum története nem csak sorozatokban folytatódik.
Ugye beszéltem róla, hogy a Skeleton Crew érkezik, illetve az Ahsoka kap egy második évadot, viszont minden bizonnyal még az Ahsoka második évada előtt érkezik a The Mandalorian and Grogu című mozifilm, ami tehát már nem a Disney Plus-on, hanem a moziban lesz megtekinthető egy egész estés filmként. Beszéltem ugye korábban arról, hogy amikor Bob Chapek került a Disneynek a vezérigazgatói székébe, akkor az volt a direktíva, hogy sorozatok orvaszájba, és minden olyan projektet, ami eredetileg filmnek készült volna, jó részt inkább sorozatként valósítottak meg. Most visszakerült Bob Iger, mint vezérigazgató, aki ugye Bob Chapek előtt is volt, és ő meg most ennek a visszajára fordítja ezt az egészet, miután a pandémia után a streaming elkezdett egy kicsit visszaesni, és a Disney Plus is egyre veszteségesebben működik. És most sorozatos projekteket, amik eredetileg sorozatként valósultak volna meg, filmnek készítenek el. Ez a teljes Disney házatáján megfigyelhető egyébként, nem csak a Star Warsnál. Ilyen például a Vaiana 2, ami novemberben érkezik, hogyha jól emlékszem. Az is eredetileg nem Vaiana 2 lett volna, hanem egy Vaiana animációs sorozat, de nem Disney Plus szériát készítenek belőle, hanem mozifilmet. A Mandalorival is ez a helyzet. Nem Mandalori negyedik évad érkezik, hanem azt a történetet, amit a Mandalori negyedik évada mesélt volna el eredetileg, azt filmként fogják megvalósítani, és így a Mandóverzum átköltözik a nagyképernyőre, és Din Djarin és Grogu kalandjainak folytatását itt tekinthetjük már majd meg. Egyedül az Ahsoka az jelen tudomásunk szerint, ami marad a Disney Plus-on. Ennek az elsődleges oka pedig szerintem az lehet, hogy az egy másik történetet készít elő, erre is mindjárt rátérek. Ez egyébként csak spekuláció részemről, de majd amikor odaérünk, akkor ezt kifejtem bővebben. Vagyis hát igazából valamilyen szinten oda is értünk. Ugye a Mandóverzumban nem csak a Mandalori és Grogu film lesz, hanem Dave Filoni is készít egy saját Star Wars filmet, tehát kettő Mandóverzumos film lesz, a Mandalori és Grogu, utána valamikor várhatóan érkezik az Ahsoka második évada, később pedig még egy Mandóverzum film is lesz, amit Dave Filoni készít, és jelen tudomásunk szerint ez lesz az, ami majd lezárja a történetet, de ha sikeres lesz, simán kinézem belőlük, hogy még egy harmadikat is csinálnak, ami a tényleges lezárás lesz, és akkor lesz egy ilyen Mandó trilógia kvázi filmekből. Viszont ezen kívül két másik film is be lett jelentve tavaly a Celebration-ön. Az egyik, ami szerintem kapcsolódhat az Ahsoka-hoz, az a New Jedi Order, avagy új Jedi rend korszakában játszódó film. Ez az a film, amit a sajtó egyébként tévesen Rey filmként szokott emlegetni, pusztán azért, mert jelenleg az egyetlen ismert szereplő, vagy megerősített szereplő a filmben az Daisy Ridley, aki visszatér és újra eljátsza majd Rey-nek a karakterét. Viszont különböző olyan szivárogtatók szerint, akik már a hivatalos bejelentés előtt beszéltek erről a filmről, azt mondták, hogy az elsődleges hangsúly egy új karaktergárdán lesz, és noha a tervek szerint a folytatás filmekből több karakter is visszatér, ők inkább ilyen támogató jellegű figurák lesznek, semmint tényleges főszereplők. Így jelen tudomásunk szerint nem igazán lehet Rey filmként beszélni erről a produkcióról, csak nyilvánvalóan ez így nagyon hangzatos, meg ilyesmi, és ezért a sajtóban szoktak rá így hivatkozni. Ugye a történet szerint azt hiszem 15 évvel a Skywalker kora után veszi majd fel a fonalat ez a film, és hát Rey egy új Jedi rendet próbál felépíteni, valószínűleg ennek tagjai lesznek a főszereplők, és hát időszerű lenne valami újféle fenyegetést, valami újféle ellenfelet bevezetni a történetbe, hogy lehetőleg nem megint egy ilyen szitekkel szembenállós, vagy valami birodalomszerű képződménnyel szembenállós történetet kapjunk, hanem valami eredetibbet, valami érdekesebbet, vagy olyat, amit filmen nem láttunk még. És itt csatolnék vissza ahhoz, amit az Ahsoka-ról mondtam, ugyanis az Ahsoka első évada ugye úgy ért véget, hogy Baylan talált valamit, amiről egyelőre még nem tudjuk, hogy mi. Az viszont biztos, hogy a klónok háborújából megismert Mortiszi istenekhez van köze. És ugye a néhai bővített univerzumban, mai nevén legendákban volt egy Abelot nevű karakter,
nem tudom, hogy kinek mond valamit Abelot itt a nézőtéren. Pára jelentkeznek azért, de meglehetősen kevesen, nem lepődöm meg rajta. Egy elég, ráadásul egy olyan történetben szerepelt, ami magyarul soha nem jelent meg. Tehát a magyar rajongókhoz ez még kevésbé jutott el, ez a történet. Ha csak nem akár hozzám hasonló más youtuberek munkáján keresztül, de egyébként én is készítettem már erről az eshetőségről videót. Abelotról azt kell tudni, hogy mortiszi istenek ugye hárman vannak, az atya, a fiú és a leány. Az atya az egyensúlyt testesíti meg, a leány az erő világos oldalát, a fiú pedig az erő sötét oldalát. Az anya pedig, vagy hát Abelot, aki amolyan anya szerepet töltött be ebben a családi dinamikában, egy halandó szolgálója volt a családnak, aki meg szerette volna szerezni a halhatatlanságot, hogy örökre velük maradhasson. És ennek érdekében ivott egy forrásból, meg megfürdött egy kútban, és megszerezte a fiú és a leány erejét együttesen. És emiatt viszont egy ilyen őrült, a galaxist káoszba fullasztó, ilyen nagyon erős isteni lény született belőle, amit a másik három mortiszi isten elzárt egy Center Point Station nevű helyen, egy nagyon nehezen megközelíthető helyen a galaxisban, és évezredekig rejtve maradt. Na most, ugye az Ahsoka kicsit másképp vitte tovább ezt a történetet, hiszen itt nem a Center Point Stationről van szó, hanem egy teljesen másik galaxisról, ahol az események zajlanak, a Peridea nevű bolygón. Viszont ha Baylan esetleg Abelotot találta meg, és Abelot karaktere a kánon idővonalán is létezik, és mondjuk az Ahsoka második évadának az eseményei során kiszabadul valahogyan, akkor az egy megfelelő antagonistát biztosíthatna a New Jedi Order filmhez, ami nem Sith, és nem valamilyen birodalomszerű képződmény, amit le kell győzni, hanem valamilyen misztikusabb entitás, ami egy kicsit másabb hangulatot adna magának az egész konfliktusnak is. Amellett, hogy tök jól összeköttetésbe kerülne a Mandóverzum kvázi a folytatásoknak a folytatásával, úgyhogy ez így a történetek összeköttetése szempontjából is egy tök jó dolog lenne. Illetve be lehetne akár kötni ezt az egész történetet a másik már bejelentett Star Wars filmbe, ami nem más, mint a Dawn of the Jedi, avagy a Jedik hajnala, ami a filmek előtt, tehát mondjuk a baljós árnyak előtt 25 ezer évvel korábban veszi majd fel a fonalat, és a Jedirennek az eredetét fogja bemutatni az első Jedivel együtt. És hogyha esetleg ebben is felbukkanna Abelot, vagy esetleg itt láthatnánk éppen a bebörtönzését, akkor ilyen módon is egy átfogó narratívát alkotnának ezek a filmek és sorozatok, ami az idővonalnak az egészét átöleli. Szóval ez a része, ez spekuláció a részemről, tehát Abelotnak a bevonása ebbe az egész történetbe még egyáltalán nem biztos, de logikusnak tűnik, és a Lucasfilm helyében ez egy érdekes és szerintem értelmes megoldás lenne arra, hogy noha tematikailag és időben, illetve térben is különböző történeteket látunk a különböző filmekben, mégis lenne benne egy kapocs, amire fel lehetne fűzni ezt az egészet, és évekig mesélhető lenne, hiszen vannak pletykák arról, hogy nem csak a New Jedi Order film lesz az egyetlen, ami ebben a jövőbeli idősíkon játszódik, hanem esetleg még több későbbi film is érkezhet, ami ugyanezt a fonalat venné fel. Ami miatt pedig a Dawn of the Jedi igazán érdekes és izgalmas még ezen kívül, hogy ha onnan elkezdünk építkezni az idővonal ezt követő részei felé, akkor idővel eljuthatunk majd az Old Republic, vagy a régi köztársaság korszakához, ami a rajongók felől az egyik legvártabb és a leginkább kívánt történeti korszak, amit mindenki vár, hogy egyszer fel legyen dolgozva. Ugye arról a korszakról van szó, amit a BioWare Knights of the Old Republic 1 és 2 című szerepjátékaiban ismerhettünk meg, illetve a 2011-es The Old Republic című MMORPG-ben, szintén a BioWare-től. És egy történetmesélésileg nagyon sok lehetőséget tartogató korszakról van szó,
Hiszen itt még nem az van, mint a filmek idejében, hogy csak kettő Sith van, akik rejtőzködnek, és a háttérből próbálják valahogyan lebontani a köztársaságot, és belülről megsemmisíteni ezt az egészet, és átvenni a hatalmat, hanem sok Sith van, és sok Jedi van, akik háborút vívnak egymással, ami hát egyrészt nagyon látványos jeleneteket, háborús jeleneteket eredményezhet, másfelől pedig nagyon sok karaktert lehet bevezetni ezáltal, hogyha jól csinálják, és hát van elég sok, hogy is mondjam, alapanyag, amit feldolgozhatnak e tekintetben, hiszen a korszak történelme a legendák irodalomban nagyon szerteágazó, és nagyon sokrétű, és nagyon bő, úgyhogy igazából mind a kettő film szerintem izgalmas lehet. Nyilvánvalóan a rajongók a új Jedi Rend filmet hát meglehetős ellenszemvel várják, vagy fogadják Daisy Ridley karakterének a visszatérése miatt, akit nagyon sokan nem szeretnek. Szerintem egyébként, noha nekem sem a kedvencem, szerintem azért azt a szintű negativitást, ami körbelengi, azért nem érdemli meg, meg elég sok olyan meglátást látok, hallok, olvasok a karakterrel kapcsolatban, ami meglehetősen leegyszerűsítő, úgyhogy de ez például, ez a film, ez egy lehetőség lenne arra, hogy az ő karakterét is olyan irányba bővítsék, vagy építsék tovább, hogy esetleg érdekesebb, szimpatikusabb, izgalmasabb legyen azon rajongók számára is, akik korábban nem kedvelték őt. Tehát ezeket a filmeket várhatjuk az elkövetkezendő időben, így összefoglalóul is készítettem egy ilyen kis idővonalat. Az első film, amivel visszatér majd a Csillagok háborúja a mozikba, jelenállás szerint 2026 májusában, tehát szűk két év múlva, az a The Mandalorian and Grogu. Aztán 2026 decemberében, tehát még ugyanabban az évben várható jelenállás szerint a New Jedi Order, vagy az új Jedi Rend film, ugye ez az úgynevezett Rey film. Én egyébként kétlem, hogy ezt a megjelenési dátumot tartani fogják, mert a script elméletileg még mindig nincs kész, tehát még mindig dolgoznak a forgatókönyvön. Egyébként Steven Knight írja, aki egy nagyon, hát azért jó képességekkel megáldott író, leginkább a Peaky Blinders című sorozatról ismert, tehát azért ő benne lehet bízni, hogy ő rossz munkát nem fog kiadni a kezei közül, viszont több időt vesz igénybe a forgatókönyvnek az elkészítése, mint amire előzetesen számíthattak, és elméletileg még mindig nincs meg. Márpedig, ha ezt a 2026 decemberi megjelenési dátumot tartani szeretnék, akkor hát lassan neki kéne majd állni forgatni, amit forgatókönyv nélkül elég nehéz. Noha a Skywalker kora esetében egyébként megtették, láttuk is a végeredményt. Aztán 2027 decemberében érkezhet esetlegesen Dave Filoninak a filmje, ami ugye a második Mandóverzumban játszódó mozi lesz. Ez még nem biztos egyébként, hogy oda tehető, viszont jelenleg három megjelenési dátum van a Disney megjelenési naptárában, ami Star Wars filmhez van rendelve. 2026 május, 2026 december, illetve 27 december, szóval valószínűsíthető, hogy oda lehet belőni Dave Filoninak a mozifilmjét. Aztán esetleg 2028-ban, hogyha tartani tudják azt az ütemet, hogy évente érkezzen egy-egy film, akkor talán 2028-ban érkezhet a Dawn of the Jedi film, amit egyébként James Mangold készít, aki leginkább talán az Aszfalt királyai, illetve a Logan, a Farkas című filmekről ismert, tehát az utolsó Logan-es X-Men filmet is ő készítette, illetve azt hiszem talán a 13-as Wolverine-t is ő csinálta, de a Logan-t az biztosan. Illetve hát van még itt egy pár olyan projekt, ami egyelőre lóg a levegőbe. Ugye a Sean Levy projektje nagyon érdekes, ugyanis ez a projekt hivatalosan nincs bejelentve. Tehát a Lucasfilm soha nem kommunikálta azt, hogy Sean Levy Star Wars filmet készít. Ő viszont olyan nyíltan beszél róla, mintha ez ilyen legtermészetesebb dolog lenne a világon. Sőt, ő már azt is megnevezte, hogy kit jelöl ki forgatókönyvírónak, tehát hogy ő ilyen szinten nyíltan és ilyen szinten konkrét tervekről beszél már, annak ellenére, hogy hivatalos bejelentés még nincs a filmjéről.
Szóval ezt egyelőre csak ilyen kérdőjelesen tettem fel. Illetve hivatalosan bejelentett projektek, de várhatóan meg nem valósuló projektek, az Taika Waititinek a Star Wars filmje, amit még 2020-ban jelentettek be, viszont azóta sem hallottunk róla igazából semmit. Taika egy párszor nyilatkozott arról, hogy csinálja, meg hogy vannak ötletei, meg hogy elkezdte már a forgatókönyvet, de nagyon úgy néz ki, hogy ebből nem lesz semmi igazából, mert semmi kommunikáció nincsen róla. És annak ellenére, hogy ezt a projektet hamarabb jelentették be, mint a fentieket, jól látszik, hogy a megjelenési naptárban egyelőre nem szánnak neki helyet. Tehát valószínű, hogy ez a film a Thor szerelem és mennydörgés című filmnek a fogadtatása után kicsit talán túlmerész húzás lenne a Lucasfilm részéről, úgyhogy lehet, hogy ez nem fog megvalósulni. Amit én egyébként sajnálok, mert én nagyon szeretem a rendezőt, megértem, hogy embereknek mi a problémája vele, és én is jobban szeretem egyébként a Marvelen kívül készített filmjeit, például a Jojo Newsit, vagy a Vademberek hajszáját. Nagyon szeretem a humorát, és kíváncsi lennék egyébként arra, hogy mit hoznak ki egy Star Wars filmből, de valószínűleg az már egy olyan szintű ilyen kísérleti dolog lenne, ami sok embernek megfeküdné a gyomrát, és hát ellenszenvet váltana ki. Illetve itt van még Rian Johnson, aki az utolsó Jediknek az írója és a rendezője. És még az utolsó Jediknek a megjelenése előtt, ugye a YouTube-on, a Star Warsnak a hivatalos YouTube csatornáján futott egy heti rendszerességgel jelentkező műsor, a The Star Wars Show, aminek az elején, az első szekciójában mindig volt egy ilyen kis hírösszefoglalós szegmens, amiben beszélt a két házigazda a Star Wars-t érintő újdonságokról, és nagyon sokszor itt tettek hivatalos bejelentéseket is. És még 2017 őszén jelentették be azt, hogy Rian Johnson egy saját Star Wars filmtrilógiát fog készíteni. És hát hasonlóan, mint Taika Waititi, ő is nyitva hagyja ennek a lehetőségét, tehát nem nyilatkozik ezzel kapcsolatban elutasítóan, és mindig azt mondja, hogy ő meg akarja csinálni, meg hogy vannak ötletei rá, meg ilyesmi. De ha realistán viszonyunk a dolgukhoz, nem valószínű, hogy ez meg fog történni. Csak úgy, mint Taika filmje sem. Szóval a kérdőjeles projektek közül jelenleg egyedül Shawn Levy filmje az, aminek reális esélye van arra, hogy megtörténik, annak ellenére, hogy egyébként hivatalos bejelentés nem történt még róla. Aztán még egy utolsó pont, amiről szeretnék beszélni, az pedig a videójátékok, ami talán még érdekelhet egy pár embert, hiszen azért ez is egy elég erős szegmense a messzi-messzi galaxis világának, és hát főleg az én korosztályom tagjai a 2000-es években ahhoz voltak szokva, hogy tömegével jöttek ki a jobbnál jobb Star Wars játékok. A 2000-es évek közepén pár év alatt olyan klasszikusok jelentek meg, mint a Battlefront 1-2, a Republic Commando, a Sithek bosszújának a játékverziója PS2-re. Ezek mind-mind fantasztikusan jó játékok voltak. Pár évvel előtte, ugye a korábban is emlegetett Knights of the Old Republic 1-2, de hát, hogy a múltban nagyon-nagyon sok és nagyon jó Star Wars játék született, és a Disney érának az elején ez kicsit nehézkesebben ment, mert 2013-ban a Lucasfilm kizárólagos jogot adott az Electronic Arts-nak Star Wars játékok készítésére 10 évig, és ez alatt az idő alatt tekintve, hogy az Electronic Arts egy olyan cég, ami nem csak a Star Wars játékok megjelentetésével foglalkozott, mint korábban a Disney érát megelőzően a LucasArts. Jó, ott sem csak Star Wars játékok születtek, de nyilván ez volt az elsődleges portfólió. Itt viszont ugye az EA nagyon sokféle játékot készít, és nem tudja a teljes erőforrását arra irányítani, meg összpontosítani, hogy Star Wars játékok készüljenek. Emiatt pedig hát sokkal kevesebb játék született a Star Wars világában, mint az ezt megelőző időszakban, és különösen a 2000-es években. Illetve hát nagyon sok volt az elkaszált projekt is, ami soha nem valósult meg. Erről is majd nem sokára ejtek egy kis szót. Viszont nagyon nagy sikerként könyvelhette el például az Electronic Arts abban a 10 évben, amíg kizárólagos joggal rendelkeztek a Star Wars játékok tekintetében.
a Jedi játékszériát, ugye az első része volt a Jedi Fallen Order, a második pedig a Jedi Survivor, mind a kettő, mind bevétel szempontjából, mind pedig fogadtatás szempontjából nagyon előkelő helyet szerzett magának. Nagyon szerették a rajongók, én is nagyon szerettem egyébként mind a két részét. A Jedi Survivor szerintem ma talán azt mondanám, hogy lehet, hogy a kedvenc Star Wars játékom, mert nagyon sok, nagyon jó játékmeneti lehetőséget tartogat magában, meg én eleve nagyon szeretem a Souls-like játékokat, és ugye elég sokat merít ebből a műfajból is a Jedi széria. Az bizonyos, hogy ennek készül egy harmadik része, ami várhatóan egyébként a történetnek a lezárása lesz, mert korábban a játéknak a rendezője arról beszélt, hogy trilógiát szeretnének csinálni belőle. De ebből legalább még egy harmadik játék várhatóan születni fog, és Cal Kestis még egy alkalommal vissza fog térni. Aztán ugye megszűnt az Electronic Arts-nak a kizárólagossága 2023-ban, és azóta már más stúdiók, más kiadók is készíthetnek Star Wars játékot. Ennek az első gyümölcse az jövő héten már meg is érkezik. Augusztus 30-án jelenik meg a Ubisoftnak a nyílt világú akció-kalandjátéka, ami a Star Wars világában játszódik. Ez ott a Jedi Survivor alatt látható Star Wars Outlaws, amiben egy K-Vess nevű csempészt irányíthatunk. Az időségnek a kiválasztása nem feltétlenül volt a legkreatívabb, a Birodalom visszavág és a Jedi visszatér közötti időszakban járunk. És hát egy ilyen tipikus, ilyen kis alvilágos, ilyen csempészes, fejvadászos, ilyen a galaxis mocskosabb oldalát bemutató történetről van szó. Mindez egy open world játékban. Van egy hajónk, a Trailblazer, aminek a fedélzetén különböző bolygókra repülhetünk el. Mindegyik bolygón van egy viszonylag nagy bejárható terület. Van ötféle ilyen bűnszervezet a játékban, akikkel a kapcsolatunkat építhetjük, vagy éppen rombolhatjuk annak függvényében, hogy milyen küldetéseket vállalunk el, és azokat milyen módon teljesítjük. És ez nagyban meghatározza azt, hogy hogyan viselkedik körülöttünk a világ a nyílt mappon, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk az egyes NPC-k, legyen szó akár ellenfelekről, hiszen mondjuk ha az egyik bűnszervezettel, mondjuk a Pike szindikátussal rosszabb a kapcsolatunk, akkor amikor egy olyan bolygóra vagy egy olyan területre utazunk, amit ők irányítanak, akkor keresni fognak minket, ránk fognak támadni, hogyha meglátnak, még ugyanez egy baráti viszonyban álló bűnszervezettel nem így történik. Tehát, hogyha mondjuk a vörös hajnallal meg jó kapcsolatot ápol a játékos, akkor ott nem fognak rátámadni minden bizonnyal az általa uralt területen. Szóval érdekesnek tűnik, Ubisoft, tehát a minőségre garancia előzetesen sajnos nincsen, de meglátjuk, hogy mi sül majd ki belőle. Aztán néhány kicsit messzebbi terv. Kezdjük a Bitreactorral. A Bitreactor egy RTS, tehát real-time strategy, tehát valós idejű stratégiai játékon dolgozik, ami a Star Wars világában fog játszódni. A Bitreactor, hogyha jól emlékszem, inkább ilyen körökre osztott stratégiai játékokról ismert, viszont ezt a játékot úgy jelentették be, hogy valós idejű stratégia lesz, mint például a Total War játékok, vagy a Star Wars világából is lehet hozni példát, ilyen volt mondjuk az Empire at War a 2000-es években, ami szintén egy valós idejű stratégiai játék volt, viszont nagyon-nagyon régóta nem született már ebben a műfajban Star Wars játék, úgyhogy hát noha nem feltétlenül a kedvencem ez a műfaj, de kíváncsi vagyok rá, hogy mit fognak kihozni belőle. Aztán itt van a Skydance New Media nevű stúdió, ami hát Amy Hennig vezetésével készít egy Star Wars játékot, aki elsősorban az Uncharted játékokról lehet ismerős. Beszéltem ugye az EA kapcsán arról, hogy több elkaszált projekt is volt.
Náluk a Visceral Games, a Dead Space játékoknak a fejlesztő stúdiója készített egy Star Wars játékot, ami a Project Ragtag névre hallgatott, és ennek a fejlesztését is Amy Hennig vezette egyébként, viszont ezt a projektet lelőtték, soha nem valósult meg, mert az EA nem tudta eldönteni, hogy most egy lineáris sztori játékot szeretne csinálni belőle, vagy pedig egy nyílt világút, és ez így változott, és ezért nagyon sok pénzt bele kellett ölni a fejlesztésbe, hogy éppen aktualizálják a terveket ahhoz, hogy most éppen mit akar az EA, és ez végül annyi pénzbe került, hogy inkább lelőtték az egészet a francba, és nem lett belőle semmi. Viszont Amy Hennig azóta ennél a Skydance New Media nevű stúdiónál van, és ismételten egy Star Wars játékon dolgozik, szóval elképzelhető, hogy ennek a projektnek valamiféle szellemi utódjáról, vagy valamiféle feltámasztásáról lehet szó. Ami azért is izgi, mert maga a Project Ragtag, ami még a Visceralnál készült, az meg elméletileg a Star Wars 13-13-nak egy újragondolása, vagy egyfajta szellemi örököse lett volna, ami pedig egy olyan játék, ami még korábban lett eltörölve, ugye még a 12-es vagy a 13-as E3 alkalmával egy nagyon király játékmenet videót is közzétettek vele kapcsolatban, hogy a Coruscantnak az alsó szintjein egy ilyen fejvadászos, lövöldözős játékról lett volna szó. Sajnos ebből nem lett semmi. Ennek lett volna a szellemi örököse a Project Ragtag, abból se lett semmi. Ez meg a Project Ragtagnek lenne várhatóan a szellemi örököse. Meglátjuk, hogy ez végre elkészül-e, játszhatunk-e majd vele, illetve hogy mit hoznak ki belőle. De Amy Hennig neve egyébként sok bizakodásra ad okot szerintem, mert az Uncharted játékok is nagyon szuperek egyébként. Aztán van itt még két játékunk, két hivatalos bejelentés. Az egyik a Star Wars Eclipse, amit a Quantic Dream készít. Ezt még 2021. decemberében jelentették be egy ilyen CGI előzetessel, ami nagyon népszerű volt egyébként a rajongók körében, meg elég látványos volt. Ez, ha minden igaz, egy a köztársaság fénykora korszakában játszódó, várhatóan ilyen RPG-s jellegű sztorijáték lenne, mert a Quantic az leginkább ilyen játékokról ismert, vagy ilyen cinematic játékokról. Viszont annak az előzetesnek a valódi célja nem feltétlenül a bejelentés vagy a rajongóknak a felcsigázása volt, hanem az, hogy a Quantic befektetőket keresett, hogy el tudja készíteni ezt a játékot, mert ennek hiány voltak, és úgy gondolták, hogy ha egy ilyen előzetest megvillantanak, egy ígéretes valamit, akkor majd lesz, aki beszáll, és akkor el tudják készíteni. Ez egyébként azóta megtörtént, tehát ez a projekt sikeres volt. Elsősorban kínai befektetőket szerzett egyébként a Quantic, úgyhogy elméletileg készül az Eclipse, de azóta már 2,5 éve semmit nem hallottunk felőle, szóval lassacskán jó lenne, ha megnyilatkoznának vele kapcsolatban. Másik hányattatott sorsú projekt pedig a Knights of the Old Republic remake. Ugye említettem több ízben is a Knights of the Old Republic játékot az előadásom során. Ennek az első része kapna elméletileg egy remake-et, tehát egy teljesen nulláról felépített új megvalósítást. Remélhetőleg ugyanazzal a történettel, csak szebb grafikával, modernizált játékmenettel, hiszen az eredeti Kotornak ez a körökre osztott harcrendszere a modernebb játékokon szocializálódott játékosok számára lehet, hogy egy kicsit elrettentő, és emiatt elesnek attól, hogy egy egyébként fantasztikus jó játékot, meg nagyon jó sztorit megismerjenek. Szóval egyébként időszerű lenne ez a remake. Viszont ez is elég hányattatott sorsú, ezt ugye az Aspire-nek adták oda, az Aspire stúdiónak. Csak nem haladtak úgy a fejlesztéssel, és amikor a Lucasfilm Games, illetve a Sony, ami a másik mecénása volt ennek a projektnek, elmentek és megtekintettek egy demót, amit az Aspire készített, nem voltak megelégedve azzal a előrehaladással, amit a stúdió elért ez alatt az idő alatt, és ezért a Sony teljesen kiszállt a projektből, a fejlesztést pedig az Aspire-től elvették, és átadták az úgynevezett Embracer Group nevű ernyőszervezet egy másik fejlesztő stúdiójának, a Saber Interactive-nak, és elméletileg ők dolgoznak azóta is a játéknak a fejlesztésén. Több ellentmondásos hírt lehetett hallani ezzel kapcsolatban.
Volt, amikor arról cikkeztek, hogy kész, soha nem fog megjelenni ez a játék, kaszálták, de közben meg biztató jelek is vannak. A Saber Interactive-nak a negyedéves jelentéseiben rendszeresen felbukkan, hogy dolgoznak rajta, legutóbb pedig a Sabernek a vezérigazgatója úgy nyilatkozott a játékról, vagy annyit mondott, mikor kérdezték róla, hogy nem akar már róla mondani semmit, mert minden alkalommal, amikor mond valamit, az a címlapokra kerül, és jellemzően félreértelmezik a mondani valóját. Úgyhogy ő kifejezetten azt mondta, hogy a hallgatás stratégiáját választja a játékkal kapcsolatban. Úgyhogy erről, hát ennyi. Elvileg készül, meglátjuk, hogy lesz-e belőle valaha valami, hasonlóan, mint az Eclipse esetében, viszont ettől függetlenül más Star Wars játékok is érkeznek, hogy jövő héten az Outlaws, Jedi Survivornek is lesz még egy folytatása, illetve RTS és az Amy Hennig féle játék is előttünk áll a következő években. Reméljük, hogy ezekkel kapcsolatban is hamarosan hallunk majd valami bíztatót. Hát remélem, hogy tudtam valami újdonságot, vagy esetleg érdekeset mondani, vagy esetleg egy fokkal bizakodóban állnak akár pessimistább rajongók is ezután a Star Wars jövőjéhez. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek, az erő legyen veletek!